Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven, feltöltöm a másik csatornámra, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a felvétel álnéven, megkapod a linket e-mailen keresztül a videóhoz. Ez a felvétel május 25-én jelenik meg, és az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Mula holdházban van, ami jelenti a gyökereket, az alapokat, a biztonság érzetét, és pontosan erre van most szükségünk. Ezek lehetnek az ősök, ezek lehetnek családi kapcsolatok, ez lehet, hogy most kiépítünk valamit, kell az alap, amire ezt kiépíthetjük, kell a biztonság érzete. Ezen a napon, május 25-én a Hold és Jupiter között van egy quincunx kapcsolat, ami kiváltja azt, hogy nem tudjuk hogyan tovább, bizonytalanok vagyunk egy bizonyos területen, tegyem vagy ne tegyem, ha valaki közeledik, nem tudjuk, hogy mit akar, nem tudjuk azt, hogy milyen döntéseket kellene hozni. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ott felül az a két kép jelenti az ő gondolatait. Jobb oldalon a kelyhek utalnak az ő érzelmeire és a múltjára. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek is. A másik kártyán látható, hogy bátor, hogy türelmetlen, hogy szeretné azt, ha előre mennének az események, ugrik előle, de mégis bizonytalan, olyan hasonló, mint a Hold és Jupiter között ez a quincunx kapcsolat. Nem lehet tudni, hogy mi várható. És nála is megvan ez a bizonytalanság, de nála ez kihat a múltjára, kihat az érzelmeire. Lehet, hogy fél attól, hogy aktív lesz, indít egy új kezdetet, és csalódás éri ugyanúgy, mint a múltban. Az érzelmeit bal oldalon látjuk, itt a torony összeomlik, az lehet, hogy lezárja a múltját, és megmarad a bátorsága, hogy legyen egy új kezdet, és pontosan ez az, ami szerencsét hoz, hiszen alul a csillagképek hozzák ezt a szerencsét, megadják a bizalmat, és amikor megvan a hite, hogy úgyis minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható, és látjuk azt is, hogy ő evez egy új irányba. Az egyik partot elhagyta, ez a múlt. Ő lezárja ezeket az emlékeket, ugyanúgy, ahogy a torony is mutatja, itt valami összeomlik. Nem fogja ő ezeket az emlékeket ápolni, hanem elengedi az egyik partot. Evez egy új part fele, de nem tudja, hogy mi vár rá, hiszen az új part még nem látható, de megvan a bizalma, hiszen alul a sors kereke azt jelenti, hogy bízik abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a sors ezt akarja, amelyik irányba a sors kereke mozog. Persze ő is evez, ő is irányítja a dolgokat. Megbízik a csillagokban, és hogy úgyis úgy lesz minden, ahogy ez a csillagképekben vagy a sors könyvében meg van írva. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható, az S betűről van szó,
És most elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez a betű. Például Sándor, vagy Sarolta, vagy Sárvár, vagy Sasmadár. Mi jut neked eszedbe erről a betűről? Örülök annak, ha ezt leírod a kommentárba. A régi írásmód az úgynevezett rovás írás középen látható, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Számomra olyan, mint egy sátor, ez is S betűvel kezdődik, és ez jelenti az otthonunkat. Hasonlóan, mint a mai holtház, mula holtház, amikor az alapokról van szó, amikor ki kell építeni valamit, gyakran fontos, hogy meglegyen a háttérben az otthon, a család, hiszen ez adja az erőt számunkra. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, meg ilyen írásmódok, ők ezt rúnának nevezik, és a rúna kártya alul bal oldalon van. Ez nem ugyanaz, mint középen a magyar szimbólumnál, de hasonló. Itt van két irány, és mindkettőnél a tűz eleméről van szó. Az egyik tűzzel elégetünk magunk mögött valamit, persze szimbolikusan értem ezt, hogy elbúcsúzunk valamitől, ugyanúgy, mint a kártya jobb oldalon mutatja, az egyik partot elhagyjuk. Hátat fordítunk ennek, de vannak új lehetőségek, az a másik irány, még mindig a tűz eleméről van szó, ami jelenti a bátorságot, a lelkesedést, ahol ki lehet építeni valamit, és megvannak az alapok most ehhez, hiszen a hold, a mula holdházban van. És ott felül is látható a lovas férfi, ahogy ugrik előre. Lehet, hogy kicsit türelmetlen vagy bizonytalan, de mégis akarja, hogy legyen mozgás. Ott is a tűz eleméről van szó. A napi energia az jobb oldalon látható. A klasszikus tárónál ez a kártya azt jelentené, hogy benne vagyunk egy szűkös helyzetben, amiből ki kellene lépni, de én mindig minden tárókártyánál a képeket nézem, és a képek mesélnek nekem. Itt tulajdonképpen nem úgy érzem, hogy ez egy szűkös helyzet lenne, hanem látható, hogy találkoznak, hogy beszélgetnek egymással, és ez lenne fontos a mai napon, ismerősökkel találkozni, vagy családtagokkal, vagy az lenne fontos, hogy egy meghívás legyen, hogy valaki vagy valakik látogassanak meg téged, és ott tudtok együtt kávézni, meg csevegni, és a jövőről beszélni, vagy mesélni valamiről, ami kellemes. Számomra ez a kártya egy kellemes csoportot jelent, egy kellemes találkozást jelent. A képek azt mutatják, hogy ő lezárja a múltját, ami fontos, megvan a bátorsága, hogy legyen egy új kezdet, megvan nála a bizalom, evez egy új part felé, és ami jó a mai napon, hogy megvannak az alapok, és erre az alapra most tényleg ki lehet építeni valamit, az is jó lenne, ami téged illet, ha találkoznál kolléganőkkel, vagy barátnőkkel, vagy valakivel a családban, hogy legyen egy kis csevegés és jó hangulat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, örülnék neki, ha jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy hogy mit jelent számodra az S betű, vagy ez a szimbólum, vagy ez a rúna szimbólum. Azt is leírhatod, hogy kivel találkoztál most így a napokban.
Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!